Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi üzenet a Bibliából. Nem csak ez a forrás van számotokra, hanem kapok képeket. És ez olyan, mint egy képes lap, és átnyújtom ezeket a képeket. Ha gondolod, leírhatod a kommentárba, hogy te hogy értelmezed ezt. A mai képes lapon volt egy ékszer doboz. Belül olyan fekete bársony, egy arany nyaklánc, drága kövekkel, olyan türkisz színű volt, de én úgy gondolom, hogy opál volt így a nyakláncon. Én úgy értelmeztem ezt a képes lapot, hogy nyissuk ki ezt az ékszer dobozt. Nézzünk oda, hogy mi van benne. Ezek lehetnek lehetőségek, mindaz, ami értékes számunkra, vagy olyan személyek, akik értékesek számunkra. Ez természetesen lehet a mi tehetségünk is, hiszen az is értékes. Hogy látod te, hogy értelmezed ezt? Írd le, kérlek, a kommentárba, nagyon szépen köszönöm. És most kinyitom a Bibliát. A nyakláncom kimozdul bizonyos szavaknál, és egy időben kapok gondolatokat, így van ez a forrás, így tudom közölni veletek, hogy mit üzen a Biblia, hogy mi jön, hogy milyen hír jön, nem tudom, hiszen én ezt nem tudom befolyásolni. Ha gondolod, kérhetsz egy ilyen személyes üzenetet, és az neked szól személyesen. A díjam 4000 forint, és kíváncsi vagyok a mai üzenetre. Nem kell, hogy mindent megtarts. Engedj el valamit. Ez fog történni a következő 2 hétben. A napokban veszel valami szépet neked magadnak, ez jelent egy örömet. Valaki meg akar látogatni téged, beszélni akar veled, bízhatsz benne. Azon kívül lesz egy ünnepség, és lehet egy meghívás is. Te sokkal értékesebb vagy, mint ahogy te gondolod. Figyelj oda a saját értékeidre. Ami az országot és a kormányt illeti, lesznek külső befolyások, kapcsolatok. Ez jelenleg kicsit még szomorú, hiszen vannak még gondok. Mind ezt a kormánynak meg kell beszélnie.
A kormány megadja a választ, és védeni fogja az országot. És ez volt az üzenet a Bibliából. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.